Szép jó estét kívánok! Önök az erőnkforrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. COVID-19, koronavírus, pandémia, maszk, bezártság, védőoltás, olyan fogalmak, amelyek a mindennapi életünk részévé váltak. Szinte már szabadulni sem lehet ezektől, nap mint nap beszélgetéseink témájául szolgálnak. Mennyi félelemkeltő gondolat, mennyi rettegés, amit szült az elmúlt bő esztendő. És mindezek feloldására ott a Szentírás üzenete 356-szor leírva, azaz minden napra egy ne félj. Ezt üzeni az Isten. Csak meghalljuk-e, megértjük-e, magunkévá tesszük-e. Hogy így legyen, a Debreceni Trinity Baptista gyülekezet összefogást hirdetett. Egymást keresik a közösség tagjai, egymást támogatják az ige által, hogy lelkileg erősen éljék meg a távolságot, a fizikai jelenlét hiányát. Köszöntöm a stúdióban Pavkó Tamás lelkész urat, szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is köszönöm a lehetőséget. Ugye amikor először beszélgettünk, ugye, műsort szervezve, és azzal a gondolattal hívott fel lelkész úr, hogy hát mi lenne, ha arról beszélgetnénk, és egy kicsit megmutatnánk a világnak, hogy mit szült önökben, milyen változást hozott az önök gyülekezet életében, mert pont nem azt, hogy bezárt az ajtó, persze ezt hozta, de hogy lelkileg meg pont az ellenkezőjét. És közben pedig az ember hallja azt, hogy nagyon sok helyen meg bezárta az ajtót, és bezárta a közösséget is. A pandémia, meg ezek a fogalmak, amit itt a felkonferálásban soroltam egymás után. Hogyan csinálták önök másképp? Az elmúlt hetekben, az Isten tiszteleten, ahogyan köszöntöttem a testvériséget, ezt a nagyszerű csapatot, hadd mondjam így, rendszeresen úgy szólítottam meg őket, hogy üdvözöllek benneteket, a reménység bajnokait. Azt gondolom, hogy ez a pandémiás időszak, amit most már több mint egy éve élünk, rendkívül élesen rávilágított arra, hogy az emberek rendelkeznek-e hosszú távú célokkal, vagy pedig belesüppednek és belefáradnak a jelenükbe. És amikor lépten nyomon arról volt szó, hogy még egy kicsit ki kell bírni, még egy kicsit legyünk türelemmel, túléljük, akkor értettük meg, hogy mi vagyunk a reménység bajnokai. Mi, akik egy sokkal hosszabb távú célra függesztjük a tekintetünket, és folyamatosan a menny perspektívájából szemléljük a saját életünket, a menny erőforrásaiból táplálkozunk, onnan nyerünk erőt, szeretetet, megbocsátást, helyreállást, erőt a továbblépéshez. Ezt egy ilyen mindenkit megpróbáló, a folyamatos bizonytalanságot fenntartó helyzet esetünkben csak megerősítette. És éppen ezért van véleményem szerint kiemelkedő szerepe Krisztus követőinek ebben a mostani járványügyi helyzetben, hogy a reménységet erről a nagyon kézzelfogható, nagyon hétköznapi oldaláról mutassák be. Milyen jó hallani ezt, hogy a keresztény ember lehet a remény bajnoka, ha mit fogad el, mit fogad be, mennyire kell annak nyitva lenni. Azért volt ez a hatásszünet a ha után, ha szabad így fogalmazni, kötőszó után, hogy igen, de hát azért nekünk is tennünk kell. Így van. Amikor 2020 márciusában elért hozzánk is a járvány, és megérkezett a kormányzati döntés, illetve az egyházi döntés is, hogy be kell zárni a gyülekezetünk kapuját, akkor mi a gyülekezettel kölcsönösen bátorítottuk egymást, egy nagyszerű vezetői csapattal együtt vezetjük a gyülekezetet, és kölcsönös meggyőződésünké vált, amit hangoztattunk is, én akár a szószékről, vagy a gyülekezet tagjai egymás között, hogy a mi Istenünk hatalmasabb, mint az a járvány, ami körülvesz bennünket. A következő héten, ahogyan be kellett zárni a kapukat, azonnal indítottunk egy online új kezdeményezést, egy online bibliatanulmányozást, amit nem csak a gyülekezetben, hanem szélesebb körben hirdettünk meg. Ez a Krízisek üzenetei címet viselte, éppen abból a felismerésből kiindulva, hogy a mi Istenünk hatalmasabb, mint bármi, ami körülvesz bennünket, hatalmasabb, erősebb, mint a jelenlegi járványhelyzet, és azt a felismerésünket kívántuk megfogalmazni ebben a
műsor folyamban, ami végül 12 hétre nyúlt el akkor. Azt a felismerésünket kívántuk közvetíteni, hogy ha a Biblia Istene a régi emberek régi kríziseiben jelen volt, és minden esetben szabadulást hozott nekik, és ha a mi Istenünk nem változik, akkor hogyha most a mi életünkben engedte meg ezt a krízishelyzetet, akkor ugyanazok a válaszok, amikről a Bibliában olvasunk, ma is érvényesek. Ezeket a válaszokat kerestük, kutattuk, ezzel bátorítottuk egymást is, illetve próbáltunk szolgálni a szélesebb közönség felé. Igen, milyen jó az a hasonlat, hogy hát krízishelyzetek akkor, és hát ha végignézzük tényleg az Ószövetségnek az oldalait, véglapozzuk, hát mennyi krízishelyzet volt. Bizony. És mennyi krízishelyzet jött, aztán az Új Szövetségben látjuk, hogy meg kell élni, de ott van a kettő fordulópontján egy fantasztikus üzenet, az Új Szövetségnek a kötése. Így van. A gyülekezetünk, ha úgy tetszik, egy maroknyi közösség, ha úgy tetszik, akkor egy gyarapodó közösség. Körülbelül 170-en vagyunk, hogyha mindenkit beleszámolok. Hála Istennek rendkívül sok gyermekkel foglalkozunk békeidőben, egy-egy vasárnap délelőtti istentisztelet keretében. És az a közös hit köt össze bennünket, hogy nem a hely adja a mi közösségünket. Idővel jó volt ebben a felismerésben is megerősödni. Azt hiszem, hogy ha a sok fájdalom, szenvedés, lemondás, hiányérzet mellett számba vesszük ennek a COVID-helyzetnek a pozitívumait is, hogyha lehet ilyet mondani, azokat a következményeket, amit mégiscsak, mint nyereségeket könyvelhetünk el, akkor azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb igazság. Hogy a Biblia egyenesen beszél arról, hogy nem a hely köti össze Krisztus követőit, hanem Isten lelke. És felismerni azokat az igazságokat, amik ott állnak 2000 éve a Bibliában, az Új Szövetség lapjain, és megélni ezeket hétköznapi valóságként, bátorítani egymást, benne állni ezekben az igazságokban, ez erőt adott a legnehezebb helyzetekben is. Valóban, ahogy a felkonferálásban elhangzott, többször meghirdettem az élő közvetítésünkben, hogy bátorítsátok egymást, hívjátok föl egymást, ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy kifejezzük egymás irányában a szeretetünket. Természetesen én is igyekeztem ezt tenni, felhívtam a testvéreket, vagy üzenetet küldtem nekik, de sokkal többről szólt ez, mint pusztán egy lelkipásztor gondoskodásáról, a gyülekezet lényegének a megértéséről tettek tanúbizonyságot a testvérek. És eszembe jut az a kép, amit közvetlen húsvét után ott van a 12 tanítvány, bezárkózva, veszélyhelyzet van forog körülöttük, hiszen hát akár ők is úgy járhatnak, hogy keresztre kerülnek, és egyszer csak a bezárt ajtón belép közéjük a Krisztus, a Szentlélek által. A Szentlélek ott van közöttünk, és azt hiszem, hogy talán ez a veszélyhelyzeti szituáció következett be most. Igen. Egy-egy ilyen telefonhívással pont oda megérkezett a Szentlélek gondoskodása. Hogyan fogadták ezt a hívek? Hogyan fogadták a közösség tagjai, hogy átalakult a kapcsolattartás, de a gondoskodás, az egymásra figyelés az nem szűnt meg? Igen, én azt gondolom, hogy egy egészséges gyülekezet valóban úgy működik, mint egy egészséges szervezet. Érdekes módon kapcsolódik itt össze a fizikai világ és a lelki vagy szellemi valóság, a nevezzük láthatatlan világnak, ami a Biblia tanítása szerint és a hitünk szerint nemhogy kevésbé valóságos, mint az, amit látunk, hanem sokkal inkább valóságos ahhoz képest, amit látunk. Tehát egyrészről naponta halljuk a híreket, hogy egy szervezettel, akár egy egészséges szervezettel mit képes tenni egy vírus. Hogyan betegít meg egy szervezetet egy vírus. Ezzel párhuzamosan pedig volt lehetőségünk az elmúlt egy évben megérteni azt, hogy egy egészséges szervezet, egy egészséges gyülekezet vagy közösség az egészségét hogyan tudja megőrizni. És én ebben látom a választ a kérdésre, hogy a közöttünk lévő közösség az nem most alakult ki.
nem most kellett kapkodnunk, hogy gyorsan kitaláljunk valamit, amivel megmentjük a gyülekezeti közösségünket, hanem mindaz, amiben hiszünk, ami hétköznapi valóság és életgyakorlat volt egészen eddig is, az most áthelyeződött egy másik térbe, áthelyeződött a virtuális térbe, de éppen ez mutatja be, hogy a kapcsolat az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy egy helyen ülünk. Illetve másrészről az, hogy egy helyen ülünk, az még önmagában nem kapcsolat. És ezek a láthatatlan világban kötődött kapcsolatok tudtak most megerősödni. Egészet alkotnak, és így vannak önök egészségesen. Volt ebben az elmúlt időszakban olyan, aki tényleg megbetegedett a gyülekezetben? Akár súlyos lefolyású betegséget kellett elszenvednie. Na, ebben a helyzetben hogyan reagált a közösség, a gyülekezet? Igen, azt mondhatom, hogy sajnos bennünket sem került el a vírusnak ez a nagyon valóságos, igazi arca. A mi közösségünkből is volt olyan, aki megjárta a kórházat is, olyan is, aki hát lélegeztetésre éppen nem szorult, de oxigén felvételre, utánpótlásra igen. Itt is az online világ, a digitális világnak a már tapasztalt előnyeit próbáltuk kihasználni. Azt gondolom, hogy sok gyülekezethez hasonlóan nekünk is van egy belső kommunikációs csatornánk, egy közösségi platformunk, és amint valaki megbetegedett, kértük is, hogy azonnal adjanak hírt magukról. Vagy volt olyan, aki engem tájékoztatott, és én adtam hírt a testvériségnek, hogy megbetegedett a testvérünk. És sokszor előkerült az a bibliai idézet, hogy ha az egyik tag szenved, vele együtt szenved a másik is. Ha az egyik tagnak öröme van, vele együtt örül a másik is. Sokszor elhangzó idézet volt ez közöttünk, és talán a sokadik felismerés itt a sorban, ahogy a felismeréseket és igazságokat veszem sorjába, az az, hogy hihetetlenül nagy ereje van önmagában annak a tudatnak, hogy ott állnak mellettünk. Azok, akiket szeretünk, akikkel egy közösséget alkotunk, ott állnak mellettünk, mögöttünk, és imádkoznak értünk. Ez óriási erőt adott, és a legtöbben meg is fogalmazták, hogy a közöttünk lévő szeretetet ennyire plasztikus módon élték meg. És hogy akkor itt jön az imádság ereje, az egymásra gondolás ereje, az, hogy bár külön helyen, de ugyanabban a pillanatban ugyanazért összekulcsolódnak a kezek. Gyülekezeti szempontból, a gyülekezet lelkisége szempontjából mennyire, hogyan látja, mennyire lesz ez erősítő? Mennyi lesz ez megerősítő abban, hogy bizony-bizony önök testvérek a Krisztusban? Talán eddig is kicsengett a szavaimból, de most hangot is adnék ennek, hogy egy olyan gyülekezet vagyunk, ami elkötelezte magát arra, hogy bármilyen felmerülő kérdésben mi a Biblia igazságaihoz ragaszkodunk. És ez adja a mi szilárd alapállásunkat. Ezért tudunk minden kérdésre érvényes választ adni, mert hisszük, hogy Isten örökkévaló üzenete a mai napra is érvényes válaszokat kínál. Ezeket a válaszokat megismerhetjük, és be is építhetjük a jelen életünkbe. És ezért, amikor az imádságról van szó, akkor én rendkívül bizakodó vagyok. Hiszen a Biblia arról beszél, hogy az igaz ember buzgó könyörgését meghallgatja az Úr. És amikor egy gyülekezet összefog imádságban, akkor ott nem kisebb dolog történik, mint hogy megmozdul a menny. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman egy akaraton vannak az ő nevében itt a földön, akkor ő azt megadja nekik. Hát a mi gyülekezetünk, hála Istennek, több tagból áll, mint kettő vagy három, és ezért ez a meggyőződésünk, ez valósággá válik. Éppen ezért én a nyitásra sem, ami bízunk benne, hogy most már hamarosan várható, arra sem félelemmel tekintek, mint inkább jó adag bizakodással, hogy az, ami most még láthatatlan közöttünk, az heteken belül láthatóvá válik. Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm. Én is köszönöm.
Mindazt, amiről az előbb beszélgetünk, megerősíti egy bizonyságtétel műsorunk végén. Dr. Berci Ákos orvosval arról, hogy miként élte, éli meg a pandémiát. Retrospektíve beszélni a vírusról rendkívül nehéz, hiszen sokkal inkább a jelen problémának tartom, mint sem a múlt úrnak a Covidot. Alig másfél évvel ezelőtt ez az imaház tele volt élettel, tele volt emberekkel. Együtt dicsőítettük az Istent. Egyik gyülekezeti alkalom követte a másikat, és egy percig nem gondoltuk, hogy a világ így kifordul magából egy pár hónap leforgása alatt. Orvosként, apaként, terhes feleséggel figyelni a híreket Kínából, majd itt a környező országokban rendkívül nehéz volt, nagyon-nagyon deprimáló, bénító volt azon gondolkozni, hogy egy pár hét és ide is betör a vírus, elrendelnek egy válságkórházba, hetekig nem láthatom a családomat, ki fog róluk gondoskodni, ki fog rájuk vigyázni, velem ki lesz, és persze hittel is, észre tudtam, hogy az az Isten, aki a világot teremtette, aki megváltott engem az ő drága vérével, ő sokkal inkább képes gondoskodni rólam is, és a családomról is, még ha én nem tudok velük lenni fizikálisan, ő akkor is ott van, és keringett ekkor a neten egy videó egy olasz kórházról, ahol a kollégák egy fárasztó nap után csak dicsőítették az Istent a kórházban, a legnagyobb fájdalmak és nehézségek közepette azt tudták énekelni, hogy dicsőség az Úr nevének, ő az, aki meg tudja tartani az életünket, az én életemet is, és ha nem teszi, akkor is dicsőség az ő nevének. És erre szembe jutott az a igerész Dániel könyvéből, ahol a három zsidó férfi, aki Dániel mellett szolgáltat Nebukadnezer udvarában, Nebukadnezer az uralkodó, őket a kemencébe vettette, és ezekkel a szavakkal búcsúztak az uralkodótól, hogy az Úr képes megtartani az életüket, de ha nem tenné, akkor is ő Isten. És amikor benéztek a kemencébe, a három férfi után négy alakot láttak, a negyedik alak az Jézus volt. És ezt élték meg ott Olaszországban is a kollégák, hogy a legnagyobb nehézségben, a forró tűzben ott volt velük Isten, és ez akkor a bizonyságtétel és megnyugás volt az én számomra, és hogy bármilyen helyzet alakul ki, és itt Magyarországon, vagy csak az én életemben is, Jézus ott van, és nem hagy magamra. Közben megszületett a második gyerkőcünk, Istennek hála, mind a feleségem, mind Jonatánban egészségben hazajöttek a klinikáról, és amit utána tapasztaltunk így a gyülekezet részéről, az tényleg elmondani nagyon nehéz szavakkal. Heteken át főztek ránk, hordták a finomabbnál finomabb ételeket, és valóban ott álltak mögöttünk, mint egy család, hogy ne kelljen másra gondoljunk, ne legyen másra gondunk, csak tudjunk örülni az új csöpségnek az életünkben. Igyekeztünk ezeket a bezártság heteit, hónapjait hasznosan tölteni a feleségemmel, próbáltunk minél jobban közeledni az Úrhoz, megismerni az ő akaratát a mi életünkre. A személyes találkozókat felváltották az online biblia órák, az Isten tiszteletek. Úgy gondolom, ez a mi generációnak nem volt egy akkora nagy válság áttérni egy online térbe, hisz kamerák, mikrofonok mögül igen jó találkozókat lehetett tartani, beszélni Isten igéjéről, imádkozni egymásért, megosztani egymással az életünket. Nagyban segítette a közösséghez való tartozást, és nem éreztük úgy, hogy otthon vagyunk egyedül bezárva és elszigetelve a gyülekezetünktől. Orvosként nagyon sok hívást kaptam, mind barátoktól, mind a gyülekezeti tagoktól, hogy itt ez a helyzet és mit kezdjenek vele. Azt éreztem, hogy rengeteg félelem, feszültség,
van az emberekben a bezártságtól, adott, van akiknél szabályosan halálfélelem, és azt láttam, hogy Istennel is nehéz megélni ezeket az éveket, de Isten nélkül egyenesen kilátástalannak érezték nagyon sokan az életüket. Az Úr megmutatta, hogy igenis nagy jelentőségünk van ezekben az időkben, hogy mécsesként ott világítsunk a sötétségbe, és csak Jézus szavai jutottak eszembe, ahogy azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És valóban Jézus lábainál van egyedül igazi békességünk. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!